kivonat az alapszabályból. Az Egyesület a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében rehabilitációs célvállalatot létesíthet, ahol elsősorban mozgáskorlátozottakat kíván alkalmazni. E cél megvalósítása érdekében 1986. január 2-án létrehozta a Piremon kisvállalatot, amelynek 25 telephelyén 1900 megváltozott munkaképességű, magyarán szólva megrokkant ember dolgozik. Pontosabban napjainkban százzal kevesebben keresik itt a kenyerüket. Letelt a 45 nap fölmondási idő. Letelt, augusztus 23-án. Igen, sajnos. És most mi van, kedves Tasnádi úr? Hát, munkanélküli vagyok, ugye bár te rokkan nyugdíjas vagyok, amit a vállalnál nagyon sokat kihangosztak, hogy könnyű nekem, mert fizetés is felszerem, és akkor még a nyugdíjam is megvan. Szóval... Szóval mondani, hogy mennyi az? Hát 12-13 ezer forint körül van a nyugdíjam. Amikor ide belépett, akkor már voltak elbocsátások. Hallott róla? Hallottam róla, hogy igen. Voltak, igen. Hát féltem, hogy később majd én is nekem beleesek. Ettől tartani lehet? Egy mondják? Kicsit. Igen, hallok. Igen. Ez volt a mestersége korábban nem. Is? Nem szakmunkás vagyok, hanem betanított munkásként dolgozom. Hogy bizonyítani szeretnénk, és minden jót, és ami csak tőlünk telik emberileg, bizonyítván azt, hogy mi sem vagyunk kevesebbek, nem vagyunk másodrangú állampolgárok, pedig hallani ilyet sajnos, hogy nekünk sok esetben persze megfelelő, hogy mondjam, körítés mellett, de ilyet is hallani bizony, hogy nekünk bizony zárt intéző vagy zúzdában a helyünk. Hát kérem, igenis, hogy nem, hanem mi elfogadjuk a mindennapok kihívását, bár sok esetleg sokkal nehezebben teljesítünk, de szeretnénk élni, boldogan, családot alapítani, hinni abban, hogy van jövőnk, még ha átmenti is a jövő, és ezzel együtt tudjuk, hogy kissé rázós az út. Van-e adósság lakásra, vagy bármire? OTP 7000 forint, lakbér 3200 forint, TV 400 forint körül, melegvíz 3200 forint, kártyi 400 körül, villanyszámla 1000 forint körül. Többit nem tudom. De igen. Ön személy szerint nem fél attól, hogy esetleg sor kerül? De félek, de most nem tudok mit csinálni. Hát, ha bekövetkezik, akkor otthon kell maradni, és majd ki kell találni valamit. Mennyi a rokkant járadéka? 10200 forint, hát ebből nem lehet családot eltartani. Bizony nem. Azért jó, hogy ez a cég létrejött. Hogy mi történt ezen a nyáron a Piremonnál, annak megpróbáltunk utána járni. Júniusban felmondó levelet kapott. Igen. Hazahozta, mit szólt a felesége? Nem nagy öröme fogott az egész családunk. Mivel hogy a munkahelyem megszűnt, ugye, akkor a havi fizetésem kiesett, mivel kevés nyugdíjam van, emellett kénytelen voltam még dolgozni, és ezt is megszüntették. Úgyhogy most már csak nyugdíjból lehet megélni. Igen, mi volt a munkaköre itt a létavértesi varró részlegben? Létavértesi részlegnél készálló raktárban dolgoztam, mint anyagkiadó. Értem. Anyagkiadó voltam. Mennyit fizettek? Hát a bruttó fizetésem 13500 forinton volt. És most mi van, kedves Tasnádi úr? Hát, munkanélküli vagyok, ugye bár te rokkan nyugdíjas vagyok, amit a vállalnál nagyon sokat kihangosztak, hogy könnyű nekem, mert fizetés is felszerem, és akkor még a nyugdíjam is megvan. De szóval... fogsz mondani, hogy mennyi az? Hát 12-13 ezer forint körül van a nyugdíjam. Hát úgy, az hogy... új lét minimum alatti összeg, hát... mert az már 13,5 ezer forint hivatalosan. Sajnos. Még azt sem érem el. Család elég nagyok már, ugye? Hát igen, egy katonai sárdes fiam van, és egy harmadikos lány Debrecenben a közgazdaságiba tanul, és ők is tanástalanok, ők is, a fiam munkanélkül, én van jelenleg.
ha talán igaz lesz testre, el tud helyezkedni a rendőrséghez további iskolázás szempontjából. Reméljük, hogy ez fog sikerülni. A feleségem is tanul, lányom is tanul, fiam jelenleg munkanélküli, úgyhogy engemet elküldtek, kis nyugdíj és a feleségnek is keresetéből élünk. És mik a kilátások? Hát ön voltak éppen nagyon-nagyon messze van attól a korhatártól, amikor az ember már inkább ne dolgozzék. Hát még inkább szeretnék dolgozni. Még tőlem tehetően egészségi állapotom, hogy megengedi, de hát most már még ez sem kell. Körülnézett? Van itt valamilyen munkalehetőség? Hát munkalehetőség, nagyon sok munkanélküliség van jelenleg is. A lépei viszonylatban is, védési viszonylatban is. Hát egyelőre semmi megoldás. Igen. Semmi megoldás. Amúgy, hogy valamit mégis kezdhessek, talán a szakmámból kifolyólag, de most újra kiváltani az ipart nem éri meg. Meggondolták? Hát, ha megéri. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy megéri. Fiatal ember, de már 10 éve dolgozik itt. Mi mindent tanult meg a Filemonnál? Sok helyen voltam, kezdtem a kötészeten, mert elsősorban kötészeti munkákkal foglalkozott a cég abban az időben. Utána lementem a vegyes üzembe, utána jött egy műanyagüzem, ott dolgoztam több mint 5 évig. Most az a műanyagüzem az felbomlott, és úgy kerültem ide a fotóba. Már egy fél éve dolgozom. Kellett ehhez vizsgát letenni, tanulni? Ez 2 hetes ilyen... Hát tulajdonképpen a kollégám mutatta meg, hogy mit kell csinálni, és 2 hét alatt belerázottam. Nem egy ördöngős munka. Szép szakma, mert minden nap új és új dolgok vannak, változatos. Kicsit sokat kell járkálni, mert fent van a fotó az emeleten, itt a másológép. Hát, valamikor reggel 6-tól délután 2-ig mozgás van. Önnek pedig pont ez terhes, miután a lába rokkant. Hát de muszáj. Család van, muszáj csinálni. Gyerek is van? Igen, van egy kislányom, 8 hónapos. Nem riadt meg személy szerint ön is, amikor elkezdtek itt felmondó leveleket osztogatni? Hát, meg voltunk rémülve, nem is arról van szó, de nem tudtunk volna mit csinálni. Hát ez a cég már miattunk jött létre, és ez a cég felbomlanát velünk, akkor szörnyű dolgok történnének olyan értelemben, hogy mi nem tudnánk hova elhelyezkedni. Ez igaz. Vagyis nagyon nehezen. Igen. Mit hallottak, mi volt az oka ennek az első 100 felmondó levélnek? Hát gondolom pénz. Gondolom én. De hogy a Piremon bajban van? Olyanokat hallani? Hát lehet, hogy bajban van, de szerintem ezt az időszakot azt át lehet indulni, hogyha teljes munkával és erőbedobással dolgozunk, akkor szerintem meg lehet oldani, hogy ezek az emberek ugyanolyan nyugodt körülmények között dolgozzanak, mint a rendes átlagos emberek. Ön személy szerint nem fél attól, hogy esetleg sor kerül? Félek, de most nem tudok mit csinálni. Ha bekövetkezik, akkor otthon kell maradni, és majd ki kell találni valamit. Mennyi a rokkant járadéka? 10.200 forint, hát ebből nem lehet családot eltartani. Bizony nem. Azért jó, hogy ez a cég létrejött. Itt mennyit lehet keresni egy hónapban, szorgosan? Hát 82 forintos az órabérem, hát az a 12-13.000 forint megvan. Felesége is dolgozik? Feleségem most gyesen van jelen pillanatban, de ő is itt dolgozik, igen. Thank you.
Az 1981-es Nemzetközi Rokkantak Éve alkalmával készült egy felmérés a megyében. Kiderült, hogy sok mozgáskorlátozott, de más egészségkárosodott embernek is nem, vagy nagyon rosszul van megoldva a munkaellátása, és ekkor a mi egyesületünk úgy döntött, hogy létre kell hozni egy termelő-foglalkoztató egységet, amelyik munkát ad a megváltozott munkaképességű, csökkent munkaképességű személyeknek, tehát keresetet fognak kapni, biztos megjelzést szeretünk volna nyújtani. Ön is korlátozott mozgású ember. Itt hányan vannak ebből a nagy létszámból? A debreceni központunkban, ahol a vállalat végül is irányító központja is van, itt ezen a telepen 220 fő dolgozik, zömében nyomdai tevékenységet végeznek, műanyagfeldolgozással és a központ irányítás adminisztrációjának a ügyeit intézik. És a teljes létszámból, az 1900-ból? 78%-a megváltozott munkaképességű jelenleg a létszámnak. Akkor jobb idő volt, sütött a nap. Most pedig beborulóban van az ég a Piremon fölött. Mi történt, kérem? Hát tulajdonképpen valóban úgy néz ki, hogy beborulóban van, de hát az elmúlt években sok olyan előkészítő munka kezdődött el, amiről akkor is beszéltünk, aminek sajnos még ma nincsenek eredményei, ezért úgy látszik, hogy valóban a rehabilitációs foglalkoztatás fölött gyülekeznek a nem kívánt fellegek. Nagyon nehéz a mai helyzetben látni, előre tervezni azt, hogy hogyan is gondolják a felsőbb szervek, támogatók a foglalkoztatás bővítését, finanszírozását. Annak idején 1900 körül volt a létszám. Most néhány hónapja 100-zal kevesebb. Miért kellett 100 embert elküldeni jelennek? Tulajdonképpen az állami támogatás mértékét csökkentette a pénzügyminisztérium két hullámban az elmúlt ez év elején, januárban, illetve március 1-ével, és ennek hatására a kevésbé hatékony, illetve kevésbé nyereséges területeken kellett racionalizálást csinálni, és ez valóban 100 fő elbocsátását eredményezte, mert csak ezeknek az intézkedéseknek a hatására tudjuk talpon tartani a céget, egyáltalán a finanszírozását megoldani a megmaradó 1700-1800 embernek. Ön bizonyára tájékozott, hasonló helyzetben vannak a többi csökkent munkaképességűeket foglalkoztató vállalatok is? Nyugodtan mondhatom, hogy igen. A többi 45 célvállalatnál is, ahol a 13-14 ezer ember foglalkoztatása valósul meg, ott is hasonló elvonások voltak az elmúlt fél évben, különösen az első negyed évben. Ők is rá lesznek arra kényszerítve, hogy hasonló racionalizálási intézkedéseket tegyenek, végrehajtsanak bizonyos létszámátcsoportosításokat. Ezzel együtt azonban azt gondolom, hogy az elmúlt évek eredményei, az, hogy ezek a vállalatok közel 6 milliárd forintot termeltek meg, jó részük exportra gyártott termék volt, tartós foglalkoztatást biztosítottak az országban, elgondolkodható kell, hogy legyen a kormányzati szerveknek, és végleges döntés meghozatalát várjuk. Igen, hát sajnos az újságíró, ismerve az országot és tudva látva, mi történik, azt kell mondja, nem kommentárként, hogy nem a mit megadni, hanem a mit meg nem adni korszakát éljük. Sajnos a parlament ebben az évben is tovább csökkentette a rehabilitációs foglalkoztatásra szánt keretösszeget, ma már ez 4,8 milliárd forint, ezt nem lehet túllépni a kormány, a pénzügyminisztérium álláspontja szerint, ezért én azt gondolom és attól félek, hogy az év hátra lévő részében még jelentős elvonásokkal számolhatunk. Ön az alapító tagok egyike, az első öt között jött ide 13 éve. 1982. október 15-én egész pontosan. Igen, na hát ez alatt a 13 év alatt itt nagyon sok minden történt. Felfutás volt, 1900-nál többen dolgoztak itt. Most pedig len a fölfelé menetből lefelé menet vált. Sajnos ezt fájó szívvel veszük tudomásul. Nem azért, hogy mi csak kérjünk a társadalomtól, mert úgy érzem, hogy a mi feladatunk duplán adva van ezáltal, hogy amivel úgynevezett, hogy a handicappel, tehát hátrányra indulunk, éppen ezért nekünk jobban kell bizonyítanunk, és többet kell letennünk az asztalra, hogy minket elfogadjanak. De azt szeretném kérni, akár önökön keresztül is, hogy ezt a lehetőséget viszont, ha lehet, és amennyiben erre lehetőség van, arra nagyon jó lenne, hogyha fölhívnánk esetleges illetékesek figyelmét, akár megyei, akár országos szinten is, hogy ezt
a dolgot, amit úgy hívunk, hogy komplex rehabilitáció, tehát aminek ez a része, hogy egy közösségben munkát végzünk, és nem otthon a négy fal között vagyunk, de ez csak egy része, de nagyon fontos része. Valamint a környezetünk megnyerése, tehát akár a családon belül is, ha éppen úgy adódik, hogy bizonyítani szeretnénk, és minden jót, és ami csak tőlünk telik emberileg, bizonyítván azt, hogy mi sem vagyunk kevesebbek, nem vagyunk másodrangú állampolgárok, pedig hallani ilyet sajnos, hogy nekünk sok esetben persze megfelelő, hogy mondjam, körítés mellett, de ilyet is hallani bizony, hogy nekünk bizony zárt üntető vagy zúzdában a helyünk. Hát kérem, igenis, hogy nem, hanem mi elfogadjuk a mindennapok kihívását, bár sok esetleg sokkal nehezebben teljesítünk, de szeretnénk élni, boldogan, családot alapítani, hinni abban, hogy van jövőnk, még ha átmeneti is a jövő, és ezzel együtt tudjuk, hogy kissé rázós az út. No, ezeket a bárdolatlan minősítéseket felejtsük el. Tessék nekem megmondani, hogy most nem régiben, amikor az állami támogatás csökkentése miatt már 100 munkatársnak fel kellett mondani. Nem a hangulatot kérdezem, mert ez nyilván borzasztó volt, de önnek mi járt az eszében, aki alapító tag itt? Hát bizony, visszagondolva a régi időkre, amikor kezdtük, akkor valahogy úgy, hogy hogyan kellene megújulni. Mit kellene másképpen csinálni, hogyan tudnék a magam módján, vagy ha esetleg segítségemet kérik, úgy az egyesületi szinten, mert ezt hadd mondjam el, hogy ez a vállalat egyesületi vállalat is. Tehát akár egyesületi szinten is, ha tudok, milyen módon tudok segíteni, akár esetleg ötletekkel, vagy bármi mással. Kitalálsz valamit közben? Hát megpróbálnék esetleg kitalálni, és találtam is már ki. Tehát, hogy ez gyógyító közösség. És itt szeretném hangsúlyozni ennek az erejét, hogy ez gyógyító közösség. Bár tudom, hogy jó néhányan esetleg ellendők ereink is vannak, de ezt most, mint ahogy ön is említette, tisztelettel kérte, hogy tegyük félre. Tegyük. Nem szívesen beszélek róla, de ilyen is van. Na most, hát ez természetes, hogy akiknek ellendrukkereik vannak, az sarkalja az embert, én úgy érzem legalábbis. Úgy, mint a sportban. Ha megfelelő tisztességes, fair ellenfeleink vannak, akkor tudjuk, hogy hogy kell lépni. Így van. Tessék mondani, félnek most itt az emberek? Mit hallani? Lesz még elbocsátás? Hát, talán valami ilyesmit hallani elsősorban, hogy azok, akik már nyugdíjjal vagy járulékkal rendelkeznek, elsősorban azok közül lenne elbocsátás. Szabad egy-két személyes kérdést is feltennem. Mennyi idősen? 41. éves felé fordulok. És mennyi a rokkantsági járadéka? Pillanatnyilag 12.992 forint. A legutóbbi igen. Hát ez a lét minimum alatti összeg. Itt mennyit lehet keresni? Hát itt most pillanatnyilag változom, mert ahány óra van, de 71 forintos órabér van. Ez most a kötelező minimum. Tehát az azt jelenti, hogy most például nekem 132 órám lehet maximálisan, mert sajnos a pénteki napot már elvették tőlünk, tehát engem is érintett a munka időcsökkentés. Értem, tehát körülbelül 10.000 forintot lehet mellé keresni. Igen. Vannak-e tanítványai itt a fiatalok? Hát igyekszem a magam módján tanítani, bár nagyon, és nagyon szeretem őket, és amennyire, hogy mondjam, egyfajta életvitelt minket megtanítottak élni ott a Mexikói úton, ezt igyekszem továbbadni. Hány éves? Hány éves vagy? 24 éves vagyok. Nőtlen. Feleséged van? Van feleségem, nős van. Aha. Lakása is van? Lakásod is van? Van lakásunk, igen. És az hogy sikerült? Hát itt nem sokat keresnek az emberek. Sokat keresnek az emberek. Munkát? De hogyan sikerült lakást szerezni? OTP-től vettünk lakást, és segítenek a szülők. Hát mit szeretne csinálni a következő években? Hát szakmunkás bizonyítványt kellene szerezni. Nagyon messze van az a tanulás, hogy el kellene menni tanulni, megvizsgázni, az nem jó. Messze van. Itt helyben megcsinálni szakmunkás vizsgázni. Megcsinálná? Akkor igen, hogyha itt helyben lenne, akkor igen, azt megcsinálná. Hova járt iskolába? De hol? Itt Debrecenben, a Széchenyi utcai Siketek általános iskolájába jártam. Egy pár pillanatra meg lehet zavarni. Régen találkoztunk, mi minden történt azóta az életben.
Igen. Hát itt nem tudod. Itt dolgozom. Eket. Azóta. Tovább. Tovább eket. Dolgozom itt. Család. Családomban. Hát igen, tehát azóta az történt, hogy a feleségemnek megszületett a második gyermeke. Semmi más? Hát, nem. Hát arról hallott, hogy itt sajnos elbocsátások voltak. Mi tartta? Nem hallotta. Száz embert már elküldtek, és az ősszel megint lesznek elbocsátások. Nem szóltak. Várja, hogy szólnak. Vajon nem gondolt még arra, hogy ilyen óriási gond szakadna a nyakába, hogyha esetleg kapna egy felmondó levelet? Gondolkodtál? Mi lesz? Te is kapsz. Nyugdíjas vagyok, és a család segít a két gyerekkel felnevelni, a két gyereket felnevelni. Mennyi a rokkant nyugdíj havonta? Tízezer-hatszáz forint a rokkant nyugdíja. 10.600. Igen, igen. És itt mennyit lehet keresni? 12.000 körül. Igen. Nem pontosan, de ottan körül. Igen. Van-e adósság lakásra, vagy bármire? OTP. 7.000 forint. Lakbér 3.200 forint. TV 400 forint körül. Meleg víz 3.200 forint. Gárti 400 körül. Villanyszámla 1.000 forint körül. Többit nem tudom. Lift, személydíj együtt. 2300, az benne van a díjban, igen. Igen, most ezek után mennyi marad élelemre, ruhára? Nyugdíj volt fizetésed. Mennyi marad ruhára? Havonta, mennyi marad? Ennivaló kell, és feleségem és a két gyerekemnek szükség van ruhára, és mennyi marad? Körülbelül 10.000 forintunk marad ezekre. A négy személyre. A négy személyre, igen. A négy személyre, a két felnőttre és a két gyerekre. Vannak-e olyan tervei, hogyha sikerül itt maradni, akkor valami más szakmát még meg kellene tanulni? Szeretek itt dolgozni. Nem szeretne tovább tanulni, csak szeretne itt dolgozni. Kedves asszonyom, teljesítményben dolgozik, vagy pedig darabra? Órabérben dolgozom. Mert... Órabérben. Akkor egy pillanatra megzavarhatom. Igen. Úgy tudom, hogy létavértesről jött ide dolgozni, helyben. Ebbe a műhelyben mióta dolgozik? Most három hónapja lesz, most 6-án, szeptember 6-án lesz 3 hónapja. És azelőtt? Otthon voltam. Bevált, úgy érzi? Hát egyenlőre. Mert az van, hogy 3 éve özvegy vagyok, és kell ez a munkahely, mert egy kislányom van, mondjuk már 18 éves, és mondjuk a pénz az meg kellene. Őt még szárnyra kell bocsátani. Igen. Mennyit lehet keresni? Hát egyenlőre, 9-12 még én egyenlőre. Értem. Amikor ide belépett, akkor már voltak elbocsátások. Hallott róla? Hallottam róla, hogy igen. Voltak, igen. Hát féltem, hogy később majd én is nekem beleesek. Nem szakmunkás vagyok, hanem betanított munkásként dolgozom. Értem. Hát akkor már azt a lehetőséget végig gondolta, hogy ha esetleg egy felmondó levél megérkezik, akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Hát nem tudom. Van itt még valamilyen más munkahely a környékben? Nem tudom, nem hiszem. Nem akarna teljesítménybe dolgozni? Vagy még nem tartott? Még egyenlőre. Hát de most már szeptember 6-ával lejár nekem ez a órabért, mert ahol dolgozom még, és utána teljesítménybe leszek. Igen. Ugyanúgy, mint a többiek. Több lesz, vagy kevesebb a pénz? Hát nem tudom. Még nem tudjuk.
Jó, hát köszönöm szépen, nem tartom fel. Ezek a hetek és napok a gyötrődés korszaka a vezérigazgató számára. Van-e kiút? Hát abban az esetben, hogyha a kormányzati szervek a szabályozást úgy alakítják ki, hogy azok a jelenlegi működési feltételeket maximálisan figyelembe veszik. Figyelembe veszik azokat a belső létszám összetevőket, amelyek a meggazdott munkaképességek foglalkoztatásában eddig kialakultak. Tehát azokat, hogy milyen súlyos a sérült ember, akit foglalkoztatunk, milyen a szakmai felkészültsége, milyenek az egyes vállalatok telephelyi elrendeződései, és ezeknek a működtetése mennyibe kerül ma, és ki lehet számítani, hogy jövőben is mennyibe fog kerülni, és ezeket egy olyan távú programba, egy olyan hosszú távú jogszabályalkotásba illesztik be, ahol én ki tudom számolni, hogy jövőre, utána, ha megfelelek a jogszabályi feltételeknek, milyen támogatást kap a vállalat a foglalkoztatás fenntartása érdekében, akkor talán van kiút. Nem az itt a baj, hogy egy szociálpolitikai gondolat átlényegült egy pénzügypolitikai koncepció részévé? Hát én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy tulajdonképpen ma a pénzügy a hatalom ebben az országban, ma a pénzügy az államháztartás, hogy úgy mondjam, deficitjének csökkentése mindenek fölötti, és ez a szociálpolitikát érinti leginkább, ahol itt a legegyszerűbb elvonni tulajdonképpen, hiszen itt adható járandóságra van szó, és a szakmát, a társadalompolitikai elvárásokat, a szakmai szempontokat alárendelik minden ilyen pénzügyi törekvésnek. Igen. Végezetül még valamit meg kell kérdeznem, ne legyen belőle megbántottság vagy sértés. Ahogy az emberek között jártam, forgolódtam, az az érzésem, hogy nem igen ismerik, nem igen tudják a vállalat valódi gondjait és a valódi helyzetét. Nem volna jobb megosztani azokat a gondokat, azokat a gyötrelmes órákat, éjszakákat, amelyekkel a vezetők minden nap élnek? Hát biztos van alulinformáltság, én azt gondolom, és ez reális ez a kép, de az elmúlt hónapokban tartottunk valamennyi, különös a tavasz időszakban, amikor ez a, ahogy említettem az előbb is a beszélgetésben, az állami támogatás csökkentésének híre eljutott, ugye, és a döntés is eljutott hozzánk, akkor tartottunk valamennyi üzemben egy úgynevezett munkás gyűlést, ahol az egész személyi állomány jelen volt, és ott elmondtuk, felvázoltuk azokat a nehézségeket, a termelési oldalon jelentkező nehézségeket, és az állami támogatás oldalán jelentkező nehézségeket, hogy mire lehet felkészülni. Na most eltelt egy néhány hónap, ez való igaz, és azt gondolom, hogy a vállalat központi vezetésének az a fő feladata, ezt korrigálva, hogy a közeljövőben megint kell valamiféle ilyen tájékoztatót tartani, ahol egyrészt megnyugtatjuk a dolgozókat, hogy eddig elértünk bizonyos eredményeket az első fél évben, el kellett bocsájtani közel 100 embert, és várhatóan még milyen racionalizálási intézkedéseket kell tenni, és akkor helyére kerül a dolog. Van-e egy olyan határnap, vagy egy elképzelt dátum az őszön, amikor ön, a vezérigazgató tisztában fog látni, hogy évvégéig mit lehet, mit nem, mit kell, mit szabad? A pénzügyminisztérium állásfoglalása szerint október 1-jével kívánják bevezetni az új szabályozást a megváltozott munkaképességek foglalkoztatása tekintetében. Én azt gondolom, hogy a szeptember közepe táján már tudnunk kell valamiféle végleges minisztériumi álláspontról, ahol is a támogatás mértékét meghatározzák.
és akkor talán fel tudunk készülni az év hátra lévő részére. Azt gondolom, hogy októberben mindenképpen döntéseket kell hoznunk, akár megszüntetések, bővítések vagy árszervezések vonatkozásában.